Bár péntek kora délutánra elállt a kétnapos esőzés, elmaradt a születi lovas felvonulás és az Újgát szakasz felszentelése Tahitót faluban. A település már harmadik alkalommal csatlakozott az országos Szent Mihály napi rendezvénysorozathoz, amelynek egyik leglátványosabb programja volt előző években a lovasok és fogatosok felvonulása a település utcáin. A faluház udvarán azonban kora délután elkezdődött a főzés. A helyi civil szervezetek tagjainak, valamint az intézmények és az önkormányzat dolgozóinak kondérjaiban rotyogott az étel. Közben szentendrei szigeti zenészek húzták a nótát. A rendezvényen részt vett Molnár Gyöngyi, a tavalyi vágta Tahitótfalu színeiben versenyző győztese. A faluház tornácán asszonyok préselték a szőlőt, mellette pedig kézműves foglalkozással várták a gyerekeket. A népházban Sajtos Sándor polgármester nyitotta meg a rendezvényt, majd néhány mondattal kitért a gátra is. Elmondta, hogy a település lakosai közül voltak, akik önzetlenül segítették a hosszúra nyúló kemény munkát. Volt három olyan ingatlan tulajdonos, aki azt mondta, hogy az ő területét a közösség javára térítésmentesen, ingyenesen átadja. Az ilyen jelenségek azok, amik erőt adnak számunkra arra, hogy igen, tudunk együtt dolgozni, együtt létezni. Sajtos Sándor polgármester oklevéllel mondott köszönetet Török Andrásnak, Sipos Mihálynak és a betegség miatt távol lévő Técsereke Istvánnak, akik térítésmentesen adták át földjüket az önkormányzatnak a gát megépítéséhez. Ezt követően a polgármester Molnár Gyöngyit hívta a pulpitushoz. Elmondta, hogy ha most nem is sikerült a győzelem, ha az ember szívvel, lélekkel küzd, az később meghozza gyümölcsét. Molnár Gyöngyi kiemelte, hogy lakókörnyezetében nem tapasztal olyan szeretetet és összefogást, mint amely Tahitótfaluban övezi. Nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek, igazából nagyon vegyesek az érzéseim, és ez nem a faluval kapcsolatos, hanem a hétvégi versennyel. Igazából minden más el fog múlni, a lelkem az nehezebben gyógyul, mint az egyéb szerzett zúzódások, amit a hétvégén sikerült összeszednem. Gyere már, gyere! Ne kelljen annyit húzni! Nem érünk oda soha sehova! El kell húzni, amikor én tollak téged! Rajta van az összes súly! A népmese napja alkalmából a Láda Fia Bábszínház az Ördög 9 kérdése című népmesét mutatta be a gyerekeknek. A társulat előadásait fenyőből készített díszletek között és hárfából faragott bábokkal mutatja be. Kellékeik a régi korok eszközei, és bár Tahitótfaluban nem kedvezett számukra az időjárás, általában a szabad ég alatt, utcákon, vásárokon idézik meg azt a világot, amelyből meséik származnak. Én volnék az idegen? Ha nem olyan csöndesen mentél volna a hidamon keresztül, mint ahogy tettek, már régesé kitekertem volna a nyakadat. Az Ördög 9 kérdése című darab egy legényről szól, aki anyjának tiltása ellenére elindul feleséget keresni. Útja során át kell az Ördög hídján, akinek 9 kérdésére kell megválaszolnia. Az előadást követően a gyerekek helyi kézművesek segítségével készítették el a meseszereplőit a faluház udvarán. Léptek a zeneiskola diákjai, majd Nagy Katalin, Magyar Csenge, Magyar Réka és Magyar Gábor műsora következett. Fentről zúdul a szó, piszkos szürke ár, haragos gyanakó, ki lenn, amiben jár, hol a szabadító remény, a rég már miről annyit álmodtál, szegény Magyarország. Az igaz lejányó, húzóskám nőben járnak, mi van húzva a kendőjel, elhagyta a szerelműjel. Az este folyamán Csóri Julianna énekelt, miközben környékbéli zenészekből álló zenekara játszott. A hagyomány szerint Szent Mihály napján tüzeket gyújtanak a határban, hogy a legelőkről visszatérő pásztorok a nyájakkal hazataláljanak.
Ezt szimbolizálva gyújtanak tüzeket a rendezvénysorozatban résztvevő összes településen. Az esős időjárás miatt azonban a tábortűz helyett mécseseket táncoltak körbe Tahitót faluban a Zöld Sziget táncegyüttes vezetésével.